Még tart a kukorica betakarítása a Dunaújvároshoz közeli termőföldeken. A munkálatokat már október elején elkezdték, de az időjárási körülmények, valamint a magtárak és a szárító leterheltsége miatt elhúzódott a folyamat. Az idén tapasztalt kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően a kukorica termés minden előzetes várakozást felülmúl, a nagy mennyiség miatt azonban az értékesítéssel adódhatnak problémák. Nagyon kedvezőnek mondható most a kukorica átlag termése, én úgy gondolom, hogy nem csak nálunk, hanem az egész országban, ahogy a hírközlő eszközök mondják, és ezt el is lehet hinni, hisz látszott az, hogy a sok csapadék hatására mondjuk kedvező volt a kukorica fejlődésére, és ez azt eredményezte, hogy azért a 8 tonna és e fölötti termések mindenütt előfordultak, és ilyen szempontból szerintem elégedettek lehetnek a gazdák. Ahogyan azt önök is hallhatták, itt Dunaújvárosban, valamint a környéken rekord termés van, már ami a kukoricát illeti. Az értékesítéssel azonban akadnak problémák, hiszen az ár több mint 10 000 forinttal marad el az optimálistól. A DSTV híradóját Morva Dávid tudósította.